Jogos a szabadrúgás, Bognár közben 90. perc, átmegy a hosszú oldalra, és sikerül még a Diós Győrnek is szerezni egy gólt, Tamás Márk. 6-2. Hát kérem szépen, 8 gól ezen a mérkőzésen, ezt kigondolta volna? Hát szerintem nem sokan. Lemaradtak ott a hosszú oldalon a diósgyőri játékosról, aki előre húzódott a szabadrugásra. Ketten is voltak, és Tamás már úgy, hogy van lendületből, kapásból ellőtte. 6-2 tehát. Nem gondolnám, hogy ez a gól úgy nagyon megzavarná majd a Ferencvárost az ünneplésben.